Az Európai Unió tagállamai az egységes európai okmányban fogalmazták meg azt a gazdasági és társadalmi kohéziót, amely a különböző régiók közötti egyenlőtlenség csökkentését és a leghátrányosabb helyzetű régiók felzárkóztatását célozza. A lisszaboni szerződésben foglaltak szerint a kohéziós politikának arra is törekednie kell, hogy a területi fejlődés kiegyensúlyozottabbá és fenntarthatóbbá is váljon. Az előző költségvetési időszakban a kohéziós politika és a szakpolitikák közötti összhang erősödését segítette az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és egyebek mellett a kohéziós alap is. Vagyis helyi vállalkozások, területi szervek, önkormányzatok vagy akár magánszemélyek is részesülhettek uniós támogatásban, ha megfelelő projekteket nyújtottak be. Ezeket a lehetőségeket ragadta meg Máté Szalka is, mint a megye Szatmári tájegységének központja. Az önkormányzat minőségi lakhatást alakított ki a gyermekvédelemben, digitális fejlesztéseket az oktatási szférában, idegen nyelvi készségek fejlesztését a városban és vonzás körzetében, rekonstrukciót a történelmi városközpontban, kerékpárutakat építettek, részt vettek termelési rendszerek kifejlesztésében és termelés kapacitás bővítésében is. Mindezekről részletesen számolnak be az Európai Bizottság által támogatott Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Berek kezdeményezésére, hiszen e hálózat fő feladata a tájékoztatás. Nagyon büszke vagyok arra a teljesítményre, amit Máté Szalka 2020 évben fejlesztések terén elért. Minden tekintetben mondhatjuk azt, hogy a városnak a fejlesztések terén egy újabb aranykorszaka ez az időszak, és nem csak a 2020-as év, hanem az azt követőek is terveink szerint. Nagyon sok olyan fejlesztést valósítottunk meg, amelyekről a város közössége már hosszú-hosszú évek óta álmodott. Mindig elmondom, hogy amire igazán büszkék vagyunk Máté Szalkán, az nem más, mint ez a kiváló összetartó közösség, amelyet egyébként a koronavírus járvány idején is megőrzött, sokszor online térben, de például az adventi felkészülés idején is együtt voltunk, és éppen ezért fejlesztéseink középpontjában az van, hogy olyan tereket, olyan közösségi tereket, olyan létesítményeket hozzunk létre, amelyek ezt a közösségi életet fejlesztik, teret adnak annak, hogy az emberek együtt legyenek, jól érezzék magukat egymás társaságában. Éppen ezért a számomra egyik legfontosabb beruházásunk az a most lezárt turisztikai fejlesztés volt, amelynek a folyamán megújult Máté Szalka történelmi Kossuth utcája. Minden alkalommal elmondom, hogy Máté Szalka azért a fényvárosa, mert 1888-ban a mai Magyarország területén először így gyulladt ki a közvilágítás, és mi büszkék vagyunk erre a technikatörténeti világszenzációra. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez megnyilvánuljon, a történelmi Kossuth utcán beavatkozásokat kellett tenni. Egyébként ez az utca az, ahol ez megtörtént. Itt van az a lámpaoszlop is, ahol az első közvilágítás adta fény kigyulladt. A projekt keretében megújult maga a Kossuth utca, ugyanakkor a projekt keretében megújult két ikonikus épület is Máté Szalkán. Ez a régi mozi épülete, amelyhez sokunknak nagyon szép emlékei fűződnek. Évtizedekkel ezelőtt ez volt a térség mozi központja. Ezt az épületet új köntösbe öltöztettük, és helyet kapott itt egy Cukor Adolf-fal kapcsolatos kiállítás is, ezért az épületet Cukor Adolf filmszínháznak neveztük el. A másik ilyen épület pedig az első villamosított lakóház, amelyre szintén nagyon büszkék vagyunk. Szintén közösségi fejlesztések történtek a városközpontban is, megújult a Szalkai László tér, megújult a városközpont szélén lévő kegyeleti parkunk is, illetve ehhez a projekthez gazdasági tevékenységképpen a város kispiacának, ami leginkább a Máté Szalkai, a két piac, a kispiac és a nagypiac közül, tehát a kispiacnak a parkolási rendszere, vízzelvezetése, hátsó része újult meg.
Büszke vagyok arra, hogy nagyon sok olyan kerékpárút projektben léptünk előre, amelyeket régóta terveztünk. Ilyen a Mátészalka Nyírmeggyes kerékpárút, de nagyon örülök annak, hogy elkezdődtek a kivitelezési munkálatai a Kocsort felől érkező kerékpárútnak, illetve a Jármi felől beérkező kerékpárútnak az összekötése. Ez a munka azért nagyon fontos, mert a négysávos, általunk négysávosnak nevezett út mellett vezet el, tehát gyakorlatilag összeköti a város különböző pontjait úgy, hogy a négysávoson való biciklis közlekedést is biztonságossá teszi. Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy környezetvédelem terén is élen jár Mátészalka, hiszen zöld energia igénybevételével fűtjük most már a távhős lakásokat. Ez azt jelenti, hogy egy geotermális projekt kapcsán kinyerjük Mátészalka igazi kincsét, a mátészalkai termálvizet, és ennek a segítségével fűtünk most már több mint 2300 lakást. Hogy összekössük a hasznosat a kellemessel, engedjék meg, hogy ilyen faramúci módon fogalmazzak, a víz ebből a geotermális rendszerből egy tóba érkezik, amely a városi úszoda mellett alakult ki. A tó környékén olyan környezetet varázsoltunk, ahol érdemes egy kicsit sétálni, egy kicsit levegőzni, és Mátészalka Kocsort felüli kapuja így egy megújult, szép külsőt, és egy újabb közösségi teret nyert a mátészalkaiak részére. Büszkék vagyunk arra is, hogy az előbb említettem a Szalkai László tér megújulását. A tér egyik oldalán a régi pedagógiai szakszolgálat épületének lebontása után egy igazi gyöngyszem, a képes kávéház jött létre. Azért fontos ez a fejlesztés, mert Makovec Imre szellemi örökségének ápolása céljából a magyar kormány segítségével építettük meg ezt a gyönyörű épületet. Ennek az átadása is a következő év első felében megtörténik. Érdemes megnézni, fantasztikus épület. Fejlesztésekről egyébként órákat beszélhetnék Mátészalka kapcsán. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 2020-ban 18 Európai Uniós finanszírozású projektet fejeztünk be, és 15 pedig már elnyertünk, megvalósítás alatt áll, illetve a következő évben be is fejezünk. Tehát van mire igazán büszkének lenni Mátészalkán, megújul a város. A 2020-as év igen fontos dátum a fejlesztés politika történetében, hiszen zárul az előző 7 éves EU-s költségvetési fejlesztési ciklus, és indul az újabb 7 éves költségvetési ciklus. Így ideje ilyenkor számvetést tartanunk, és ezzel egyidejűleg előre tekintenünk, megnéznünk azt, hogy mit sikerült megvalósítanunk a korábbi fejlesztési terveinkből, és melyek azok a fejlesztések, amelyeket az elkövetkezendő fejlesztési ciklus ideje alatt meg kívánunk valósítani. Mátészalka Város Önkormányzat képviselőtestülete, fölismerve eme kérdés fontosságát, az év elején éves munkaterve elfogadásakor döntött a településfejlesztési koncepciója és az integrált településfejlesztési stratégiája felülvizsgálatáról. Ezzel egyidejűleg döntött arról is, hogy a közlekedés fontosságát hangsúlyozza és kiemelt jelentőségét figyelembe vegye az integrált fenntartható városi mobilitási terve elkészítéséről. Eme három dokumentum igen komoly fejlesztéspolitikai dokumentum, amely meghatározza Mátészalka Város Önkormányzatának elkövetkezendő évekbeli fejlesztéseit. A 2020-as év a fejlesztések megvalósítása szempontjából is igen fontos év volt. A gazdaságfejlesztési projektjeink kapcsán kiemelném a Meggyesi úti nagypiacunknak a beindulását, amely már a 2019-es évben fizikailag megvalósult, azonban ez év tavaszán nyitotta meg kapuit a Meggyesi úti nagypiac. A beruházás több mint fél milliárdos európai uniós forrásból valósult meg.
Ettől a beruházástól nem messze, helyileg, a Máté Szalkai Tudományos és Technológiai Parkban, amely már az ipari parkok egy magasabb szintje, ezt a címet 2018-ban nyert el Máté Szalka város önkormányzata által fönntartott ipari park. Sikerült megvalósítanunk szintén Európai Uniós fejlesztésből egy technológiai inkubátorházat, amelynek most már használatbevételi engedélyével is rendelkezünk, valamint sikerült megépítenünk a park és az Oberkochen utcákat, valamint közművesíteni is ezeket az utcákat. Ezáltal a közel 10 hektár fejlesztési terület, amely a Tudományos és Technológiai Parkunkban szabadon áll, még jobban kiajánlható vállalkozások számára, és reményeink szerint pár éven belül valamennyi terület értékesítésre kerül, és gyáregységek épülnek a most még üresen álló területeken. A gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódóan elmondható, hogy a távhőrendszerünk fejlesztése is egy gazdaságfejlesztési projektnek is minősíthető a megújuló energia használata mellett, amellyel igen komoly megtakarításokat lehet elérni a távhőrendszer működtetése kapcsán a zöld energia használata mellett. Azonban előre is kell tekintenünk, és büszkén mondhatjuk el, hogy Máté Szalka város önkormányzata több nyertes projekttel is rendelkezik, amelyek jelen állás szerint tervezési, illetőleg engedélyeztetési fázisban vannak. Ilyen projektünk az északi városrészen majdan megvalósuló Erkel Ferenc és Kalmár utcák által határolt területen egy új hadcsoportos bölcsödének a megépítése, amely az örvendetesen növekvő gyerekszám, valamint a nők minél hamarabb történő munkába állása szempontjából családokat segítendő valósul meg. Emellett örvendetes, szintén talán elmondhatjuk, hogy több évtizedes adóssága a városnak, a belvárosi úgynevezett kispiacnak a megújítása, amelynek első elemeként a zöldváros projekt keretében a hátsó részén az iskola köznek, amely a közúti kapcsolatot biztosítja a kispiachoz, megújultak a parkolók, a csapadékvízelvezetés, valamint területrendezésre került sor. Reményeink szerint 2021-es évben megvalósul a közel 3 évtizedes álom, és egy igazi 21. századi követelményeknek megfelelő piac csarnok épül meg. Emellett örvendetes, hogy 3 körforgalom is meg fog valósulni az elkövetkezendő években Mátészalkán. A 471-es és 49-es utak kezdőszelvényében, a Kocsord és Kinizsipál utcák kereszteződésében, a Medgyesi út Zöldfa utca kereszteződésében, valamint a Medgyesi úti nagypiacnál, az Ipari út Medgyesi út kereszteződésében. Ez azt gondolom, hogy a közlekedésfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségű beruházás sorozat lesz, és reményeink szerint ezeket még további közlekedésfejlesztési projektek fogják követni. Felvetődik a kérdés, hogy mitől város a város? Az, hogy mitől voltak az ókori, az aténi városállamok, mitől alakultak, van fogalmam. Mit tettek a középkori városok, vallal körülvett városok szerzetes rendekkel, iskolákkal, mecénásokkal, Genovára, Rómára, gondolunk azokra a településekre? De mikor itt vagyunk egy kis városban, Mátészalkán, fel kell tennünk a kérdést, hogy mitől város a város? És mi a célja annak, hogy fejlesztések történnek egy városban? Ha hosszú távon gondolkodunk, akkor gyermekeinkre, unokáinkra kell gondolnunk, hiszen az ő életük, az ő életterük ez a város lesz, bízva abban, hogy itt maradnak. Ahhoz, hogy vonzóvá legyen egy város, vonzóvá tudjunk tenni egy várost, ahhoz olyan infrastruktúrát, olyan kulturális, olyan szociális és minden egyéb infrastruktúrális dolgot kell kialakítanunk, amelyek vonzóvá és méltóvá teszik, hogy itt maradjanak. Ha nagyobb városokra gondolunk, mindig vannak analógiák, összehasonlítják, hogy egy nagyvárosban ilyen van, mások olyan van. Természetesen mindenütt vannak hiányosságok. De mi itt a keleti három határ szegletben, ahol
három határ ölelésében vagyunk, bizony-bizony a szélrevetettség átka sok nyomot hagyott a városon. És most jött el 2020-ban, 19-20-ban az az időszak, amikor olyan hiányokat kellett pótolnia a városnak, amelyek eddig bizony-bizony hiányoztak. Ami miatt el kellett utazni a városlakónak távolabbi városba, közeli Nyíregyházára, vagy Debrecenbe, vagy esetleg a fővárosban. És itt van a felelőssége egy városnak, hogy tudunk-e biztosítani olyan életteret, amely méltó ahhoz, hogy itt maradjanak, hogy gyermekeink itt növekedjenek, és hát az unokáinknak is olyan játszótereket, olyan közösségi helyeket kell, olyan kulturális és sportolási lehetőségeket kialakítani, amelyek bizony-bizony őket is megilleti, és sőt, megérdemlik. És amikor felmerül a kérdés, hogy mitől város a város? Egyrészt ezektől az infrastruktúrális fejlesztésektől, másrészt pedig a városlakóktól, akik benne élnek, hogy polgárai a városnak, vagy csupán csak lakói. Hát Máté Szalkán is remek beruházások történtek, hiszen a történelmi múltra alapoznunk kell. Minden város keres a kitörési pontot, mi az, ami az imidzsét fel tudja építeni. Hát szerencsére nekünk nagyon sok minden mellett, a középkori emlékek mellett, Szalkai László püspök mellett, nagyon fontos 19. 20. századi alakjaink vannak, akik letették névjegyüket a világtörténelemben, a világ filmiparában, vagy egy technikatörténeti eseménnyel, egyrészt Európa, másrészt pedig Magyarország palettáján. Ilyen az első villamosított lakóház, hiszen büszkék vagyunk erre, ami mindig a szlogenünk is, hogy Máté Szalka a fény városa. Hiszen a mai Magyarországon először 1888-ban Máté Szalkán gyulladt ki a fény, és ezt az épületet sikerült most felújítani, amelyben egy gyönyörű világítás, villamosítás történeti királytás szimbolizálja és mutatja be, hogy Magyarország villamosítása hogyan indult Máté Szalkáról, és hogyan fejeződött be a tőlünk 20 kilométerre lévő Apor-ligeten. És a másik nagy történeti egy jelentőségű, hiszen a filmiparnak is helyet adtunk. Mondjuk a másik szlogenünket, hogy Hollywood bölcsője. Cukor Adolf, aki a Paramount Pictures és egyben Hollywood megteremtője volt, Máté Szalkán nevelkedett, innen indult el világhódító útjára, és hát 103 éves koráig Hollywood örökös tiszteletben jelnöke volt. És hát róla neveztük el azt a filmszínházat, amelyre oly nagy igény volt, hiszen a városlakók Nyíregyházára vagy Debrecenbe jártak moziba, és hát mintegy 20 éves hiányt pótolt a város ezzel, hogy teljes mértékben felújította az egykori moziépületet két multiplex teremmel, és benne pedig emléket állítottunk egyrészt Cukor Adolfnak és a Paramount Pictures filmstúdiónak. És hogy fokozzuk még, Tony Curtis városunk szülötte, vagy városunktól elszármazott, hiszen az édesapja született Máté Szalkán, aki szintén világhírű. Akire mindenki kedvesen és vidáman emlékszik, hiszen több mint 130 filmet készített. És a magyarok számára minden lében két kanál, vagy van, aki forrón szereti, óriási élményt jelent. És őnek is emléket állítottunk ebben az egykori első villamosított lakóházban, ahol egy fantasztikus Tony Curtis emlékszobát vagy emlékkiállítást rendeztünk be az ő relikviáival, amit az özvegyétől, Jill Curtis-től kaptunk ajándékba, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy az egykori Kossuth utcán egy fénysugárút vagy fényút alakult ki, fényinstallációkkal, fény akváriumokkal. Nagyon-nagyon öröm számunkra, hogy ezek a beruházások mind-mind megvalósultak, hiszen Máté Szalka, Szatmár fővárosa, egy-egy Szatmár-Beregő körútnak a záró vagy kiinduló pontja. Az idei év meggyőzött bennünket arról, hogy mit jelent a belföldi turizmusnak az erősödése, mit jelent Máté Szalka, mit jelent a régió számára. Öröm számunkra, hogy ennyien látogattak az idén hozzánk, és bízunk benne, hogy ez megerősítést ad, hogy a jövőben is visszatérő vendégek lesznek, felkeresik Szatmárt, Bereget, azokat a híres nevezetességeket, történelmi, irodalmi, természeti szépségeket megkeresik, amelyre mi oly büszkék vagyunk. Látogassanak el hozzánk! Készült az SSBMF non-profit Kft. Keretein belül működő Europe Direct Szabolcs-Szatmár Bereg megbízásából.